Az utóbbi időben szinte minden megdrágult. És még a sör is drágább lett, nem beszélve a szilárd élelmiszerekről. A papírárak és így a nyomdaköltség is folyamatosan emelkedik, most harmadával többe kerül, mint tavaly ilyenkor, és a folyamat még nem állt meg. Drágulnak az építőanyagok is, és minden, ami egy lakásfelújításhoz kell. Drágább lett a kultúra, a könyvek, a színház, meg az utazás is. Ahogy a vendéglátás is rettentően megdrágult. A magyar hangára azonban nem emelkedik. Sokaknak ugyanis már most sem fér bele, hogy többet áldozzanak az újságokra és a kultúrára. A szabad magyar sajtó azonban tényleg csak akkor marad életben, ha nézői, olvasói támogatják. A magyar hang, a kötött fogás és a flaster jövője rajtunk és önökön is múlik. Ne hagyjuk, hogy az apátria győzelmeskedjen felettünk. Ez egy misszió, immár kevesebb, mint egy korsó sör áráért. Kérjük, tartsanak velünk! Ismerjék a lapot! Üdvözletem, flaszterezünk méghozzá Bálint Orsolyával, a Népszava munkatársával. Sziasztok! És Bodac Péterrel, az én munkatársammal, vagyis a Magyar Hang munkatársával, bár nem én vagyok a Magyar Hang, ezt elrontottam, Bodac Péterrel. Jó estét! No, hát össze-vissza. Konok szokott mindig jó estét köszönni, valamiért neki beragadt a szabadfogásból, meg a másik műsorból, aminek nem mondjuk ki a nevét. Szóval... 30 év végrehajtandó börtönre ítélte szerdán alapfokon a Csíkszeredai Bírósága a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik volt alkalmazottját, aki az ügyészek szerint 10 éven keresztül, 2007 és 2017 között rendszeresen és akadálytalanul bántalmazta szexuálisan és fizikailag a rábízott gyermekeket az alapítvány két Hargita megyei bentlakó otthonában. Ez ugye a Böjte Csaba féle alapítványról is otthon hálózatról. Van szó, illetve annak az egyik volt munkatársáról. A vádiratban 36 bűncselekmény szerepel, a legsúlyosabb többrendbeli nemi erőszak, a volt nevelő ellen 15 fiú vallott, a legkisebb áldozat nem volt 8 esztendő sem, amikor tehát megtörtént, ami megtörtént. Nem tudom, mennyire olvastátok el az ügyet, én most már több cikket is olvastam, ami hát elég részletesen taglalta az, hogy mi is történt ebben a két gyermek otthonban. Brutális, tényleg. És ugye a kérdés itt az, hogy hogy a fenébe történhet az meg, hogy 10 éven keresztül nem derül ki, és hogyha a végén is gyakorlatilag kvázi majdnem véletlenül egy fiú elmondta otthon, és hittek neki a bátyja, a testvére, és akkor elkezdte ott utána járni a dolgoknak, illetve a bejelentést tett, de 10 éven keresztül elképesztő, hogy mi zajlott ennek a, ez nem fickó, idióta állat, körében tulajdonképpen, és tehát az például, hogy volt egy srác, aki szellemi fogyatékos volt, és nem tudott beszélni, hogy megverte, majd kirakta emeleten az ablakpárkányra, és kizárta. Tehát, hogy ez tényleg nem tűnik fel senkinek, de én mindenre nyitott vagyok, tehát mindent el tudok fogadni, csak ez hihetetlen, hogy ez 10 évig zajlik egy ilyen sorozat. Gond nélkül tulajdonképpen. Hát nyilván ott nagyon sok mindenkit felelősségre lehet még vonni, nyilván a közvetlen kollégákat első körben, és aztán ugye a fenntartót, meg az egész intézményrendszert ellenőrző hivatalokat, stb. De hogy ez a hosszabb Transtrax-en megjelent cikk is egy rendszer szintű problémáról beszél, aminek sajnos ugyanúgy része az, hogy a bántalmazott gyerekek nem beszélnek, és elfojtják magukban, titokban tartják, mint az, hogy esetleg a környezet kicsit szemet huny, vagy éppen nem néz oda, vagy... Persze aztán olvashattuk a cikkben azt is, hogy hát a Csaba, vagy felé, hogy hívják, Böjte, Csaba atya, ha ezt tudta volna azonnal, és ő ment el feljelentést tenni, meg stb.
Hát én azt mondom, az a nagymamám drága mindig azt mondta, hogy sose bízz a papokba. Úgyhogy ezt is hozzátenném, hogy én biztos, hogy... Na, azért ez egy túl általánosító. Persze olyan gyerekek kerültek ebbe az otthonba, ezekbe az otthonokba, akiknek nem nagyon volt más választásuk, nem tudták őket a szülők máshogy nevelni, elhelyezni. Tehát mindenképpen súlyosan kiszolgáltatott helyzetben lévő, és eleve az élet által traumatizált gyerekekről van szó, akiken ez a ragadozó tényleg egy évtizeden át élősködött, és mindez. Mondjuk példás büntetést kapott 30 év börtön után, meglátják, hogy szabadulhat-e. De hát igen, ez az egy, ami nem pozitívum, csak valami pici kis, nem is tudom, mit ad az embernek, hogy azért elképzelem, hogy ez a féreg 30 éven keresztül, amit a román börtönben kapni fog, az nem lesz rossz. Hát, nem, na jó, de ehhez kehetjük aljukra, meg az áldozatok aztán végképp kehetjük aljukra. Lett volna a megoldás, hogy ilyen meg sem történik, meg sem történhet. Hogy van egy olyan biztonságos intézményi rendszer, egy intézmény, vagy egy egész ellenőrző szisztéma, amiben erre nincsen lehetőség. Ugye elvileg abban a reményben, hitben volnánk, hogy a hatóságok azok garantálják az ellenőrzések során azt, hogy ilyen ne fordulhasson elő, vagy még hasonló sem, illetve az intézményekben is van egyfajta kontroll mechanizmus, ami a kellő pillanatokban jelez, hogyha valami történik. Itt valószínűleg ilyen nem történt. Egyébként tegnap felhívtam Bőte Csabát, megkérdeztem tőle, hogy mégis mit tud ezekről a dolgokról, vagy ő hogyan találkozott azzal, hogy az ő általa vezetett intézményekben ilyen dolgok történtek. És az ő általa elmondottakat ugye cikk formájában tegnap nyilvánosság elé tártuk, sokan át is vették. Tulajdonképpen elmondta azt, hogy felelősséggel tartoznak az esetben, tehát nem érzékelhető az, hogy bagatelizálnák ezt az egészet, hanem számot kell, hogy vessenek az, hogy mekkora ebben az ő felelőssége, illetve felelősségük. Nem érzékeltem azt, hogy ezt félváról venni, inkább azt érzékeltem, hogy meg van rendülve. Uh-huh. Ez nyilván egy újságcikkben, vagy egy száraz leíratában a beszélgetésnek nem jön át, de beszélgettem vele, mélységesen meg van rendülve, mondhatom azt, hogy maga alatt van, tehát a lelkiismereti súlyát azt szerintem mélyen átérzi a maga mélységébe és a maga felelősségébe. Nyilvánvalóan ez sem vígasz azoknak, akik ezen átestek, meg azoknak a családjának, meg a környezetnek, valószínűleg a közösségnek sem, egy áruháznak, vagy egy gyermekotthonnak a közössége. Ben is feltételezem, hogy ez azért erős hullámokat fog vetni. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen következményei lesznek, vagy mi lesz, de önmagában az, hogy ilyen megtörténhet, tehát ez a tragédia. Visszatérve oda, hogy ne bízz a papokban. Nem engedem ezt csak úgy el, ezt a kijelentést. Hát tudom, ez ilyen népi bölcsesség igazából is. Hogy hát ne bízz bizonyos papokban, de hát én is magam is ismerek személyesen nagyon jó fej papokat, akiket nagyon kedvelek, miközben én magam nem vagyok hívő ember. Nem gyakorlom a hitet. De baromi jó figurák vannak. Közösségszervezők, és a többi. Tökre nem vitatom. Én amúgy nagyon komoly katolikus nevelést kaptam. És iszonyatosan szerettem az összes programot, amire jártunk, a hittantáborokat, a heti imádkozást, mindent, az közös énekléseket, az ilyen nagy találkozókat. Tehát én ezt iszonyatosan szerettem nagyon sokáig. Írtó jó közönség, vagy közösség volt. A pap, egy fiatal pap foglalkozott velünk, tehát mi az ő csoportja voltunk, úgymond, és fantasztikus dolgokat tanultam tőle, tehát Fellinit néztünk együtt, meg jazzt hallgattunk meg. Tehát, hogy egy kinyitott bennünket a világra, egy hihetetlen felvilágosult figura volt. 10 évvel később mit olvasok az egyik hírportálon, hogy most már kiléptették az egyházból, mert hogy kiderült, hogy sok éven át
molesztált bizony kisfiúkat, és esténként a hálóterembe bement hozzájuk, és benyúlt a pizsamájukba. És én ebben az emberben végtelenül hittem, és egyszerűen el sem akartam hinni róla, hogy ez így történt. És aztán utána így felidézgettem dolgokat, hogy például miért volt bent, amikor csak a fiúk zuhanyoztak, vagy, és akkor volt valamilyen szöveg, hogy tehát kisfiúk voltunk, tehát 10-11-2-3 éves gyerekek voltunk, és akkor volt valamilyen, hogy hát, hogy ne használjanak annyi vizet a zuhanyozásnál, mert hogy akkor különben túl sokáig túsolnak, vagy ilyesmi. És azért ezek így utólag kicsit átrendezték a dolgot, és ettől függetlenül mindig azt érzem, hogy rengeteget köszönhetek neki, de hogy ott is azért nagyon komoly dolgok történtek, még nem is Oké, ez árnyalja, de akkor is én még mindig azt mondom, hogy azért sajnos sok ilyen is előfordul, meg közben ott van azok a jó fejek, akik meg tényleg csak maguktól, és simán csak az a jó fejek, mert ez a küldetésük ebben a világban is. Nekem van egy olyan félelmem még ezzel a történettel kapcsolatban, hogy ez a jéghegy csúcsa. Hogy most egy történet kiderült a maga... De ezt miért gondolom? Azért, mert nem vagyok róla megy. Tehát de ott náluk? Nem csak náluk, hanem úgy általában egy gyermek otthonban, vagy ebben a világban, hogy bizony történnek nagyon durva dolgok. Olyan durva dolgok, amik nem volnának megengedhetők. Azért gondolom, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, mert mégis 10 éven keresztül történtek ezek a dolgok. Nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy bizonyos durvaságokat az otthonoknak egyéb munkatársai nem vettek észre. Szerintem simán benne van a pakliban az, hogy bizony volt a durvaságok, amiket toleráltak, vagy úgy voltak, hogy ez még belefér, holott rohadtul nem kellett volna így viszonyulni az egészhez. A másik meg az, hogy tényleg vagy elvileg azt gondolnánk, hogy van egy hatósági rendszer, ami ezeket az otthonokat figyeli, és mondjuk gátat vet annak, hogyha valami ilyesmi történik. Tehát, hogy nem történhetett ez, és még egy gondolat, hogyha nem akarom nagyon a politika felé elvinni ezt a kérdést, de hát ugye nálunk a gyermekvédelem az a politikának az egyik legfőbb üzenete, legalábbis a nagy politikának. És ez mondjuk kimerül abban, hogy mindenféle LMBTQ meg ilyesmi témákban a kormány nagyon határozottan állást foglal, és hogy a gyerekeinket majd ettől meg kell védeni. De hát valójában a gyerekvédelem nem ott kezdődne, hogy nézzük már meg, hogy mi van az intézményeinkben, milyen problémák vannak, és hogy vagy milyen dolgokra van sajnos lehetőség. Ez nem Magyarországon történt, hanem Romániában, de szerintem az itt is meg lehetne nézni, hogy mi folyik. Itt is azért voltak már boltlányok nevelőintézeti brutalitásból kifolyólag. Tehát volna mit átnézni, és az államnak igenis feladata az, hogy azokról a gyerekekről gondoskodjon, akikről a szülei nem tudnak gondoskodni. Talán az állam kezdhetné magán, és mondjuk végignézhetni, hogy a saját intézményeiben mi van. Hát egy nevelőintézet is gyermeknek kiszolgáltatottabb teremtés nem nagyon van. Tehát az valóban az történik vele a zárt falak között, ami alkalmanként ilyenek. Én egyébként, ahogy elolvastam a cikkedet, meg utána a többit is, meg előtte is, nekem olyasmi kép állt össze, hogy a Böjte Csaba abban a hibában van, mint nagyon sok vállalkozó, most tudom, ez olyan hülyén hangzik egyelőre, de majd talán lesz benne értelem, amikor elkezd nőni a cége. És ugye volt egy ilyen egyszemélyes BT, amit ő csinált mindent, itt a kis kocsijával ide-oda folyamatos, utána felvett valakit, akkor már volt két autó, akkor már egy idő után már azért franchise-ba beléptek, mit tudom, de még mindig nem tudja elengedni ezt a sztorit, és még mindig ő akar mindent csinálni, és egy idő után ezek a cégek meg szoktak halni, mert maga az alapító agy lesz az, aki gátja lesz a normális fejlődésnek, hogy itt is sokszor elhangzott az, hogy Böjte Csaba nagyon szereti, hogyha ő tartja kézben a dolgokat, és tud mindenről, de akkora lett már ez a hálózat, ugye 6000 gyereket gondoznak. Hatalmas, hatalmas ez a vállalkozás. Hogy szerintem valahol itt is, vagy akár ez is lehet az oka annak, hogy becsúszhat egy ilyen, de semmi nem magyarázza azt, hogy ez 10 évig megtörténjen. Tehát az, ezek a fiatal emberek most már ugye elmondtak a vallomásaikban, az nekem olyan volt, mint egy ilyen túltolt amerikai film, egy ilyen brutális félhorror egy nevelőintézetben. Ráadásul nem is egy otthonban, egy javító nevelőintézetben, ahol ilyenek megtörténhetnek. És ha filmben látnám ezeket a képsorokat, akkor azt mondanám, hogy fú, hát ezt azért most már erősen túltolt a rendező, tehát ez már annyira szörnyű. Úgyhogy ott azzal valóban, tehát tisztelen becsülöm Böjte Csabát,
én voltam náluk előadást tartani, tehát nagyon jó csapat minden, de hogy ez igen, tehát ezzel itt valahogy szembe kell nézni. Meg az is kérdés tényleg, hogy ennek milyen következményei lesznek. Most nem föltétlen a Szent Ferenc Alapítvány működését illetően, nyilván az is érdekes, hogy ott mi lesz. De hogy ez vajon elég erős jelzése a rendszerből, hogy nagyon, valami nagyon nincsen rendben, hogyha ilyen dolgok előfordulhatnak. Hogy vajon beindul-e valamilyenféle reform ezen a téren, vagy fölmérik azt észre, akár Romániában, de akár bárhol máshol, tanulságokat leszűrve, hogy tekintsék át az ellenőrző szisztémákat. Csak innen könyörgöm, csak olyan irányba nem menjen el a történet, hogy na, ki támogatott a Fidesz meg az, és akkor az ellenzéki pártok is majd vett a mega, és akkor ennél nagy politika, azt ne. A gyerekekre való tekintettel, ha már olyan komolyan gondolják, hogy ez semmiképpen ne vigye bele senki, mert akkor aztán totál fél tévút. Oké, ha már gyerekek, akkor itt vannak a pedagógusok is hozzá, itt lennének, de nincsenek hozzájuk a pedagógusok. Hát volt most nekik mindenféle kérésük, hát a kormány meg úgy döntött, hogy ezt most itt nagy ívben lesöpli az asztalról, és ugye megmaradt az eredeti fantasztikus javaslat, ugye ez a 3x10% emelés, és az óraszám meg nem csökken, ugye most már 26 lesz ez a bizonyos óraszám, amit le kell tanítani. És megkérdeztem egy illetékest erről, ma úgy illetékes, hogy 20 év után, vagy több mint 20 év után most elhagyja a pályát pedagógus ismerősem. És akkor ő ilyeneket írt nekem, hogy ugye ott van a huncutság, hogy oké, hogy 3x10%, az se oké, de hogy 3x10%, de hogy mindez a 2014-es bértáblához van igazítva, ahhoz a bizonyoshoz, ahol nagyon félrement ez a történet. Tehát összességében azzal, hogy emel 26 óra lesz a kötelező óraszám, igazából kevesebb bért kell, többet dolgozniuk. Tehát ez az igazi kitolás. Tehát úgy az állam, hogy igazából elvesz. Aztán egészen biztos benne, meg ő is a kollégái is, hogy iskola összevonások jönnek, tulajdonképpen Pintér Sándor már egy kicsit ezt így maszatolgatta is, mert hogy több száz olyan iskola működik az országban, ahol ilyen nagyon alacsony létszámú osztályok, iskola közösségek vannak, tehát ilyen 10-20-30 fős kis iskolák vannak egy-egy faluban is, képtelenség fenntartani ezeknek a működését, úgyhogy ő biztos benne, hogy összevonások lesznek. És még azt mondta, hogy ugye 6-12 ezer pedagógus hiányzik, ezt azért nem lehet pontosan tudni, mert a kormány az 6 ezeret mond, a szakszervezetek 12-t, hogy mennyi az igazság, az senki nem tudja, mert vannak olyan státuszok, amiket egyszer inkább megszüntetnek, mint hogy meghirdetnénk. És azt mondja, hogy az a megoldás már most is, hogy napközizni elegendő pedagógusi asszisztensi végzettséggel, mondanám ki a tanár, azt mondja, az alsós tanárok feltanítanak a felső tagozatba, már most is, illetve azt mondja, 2021-ben náluk a suliban a biológia tanárnőre rábízták a kémiát is, a technika tanára a fizikát, mert ezek úgy tudod, hogy mégis ott vannak egymás mellett. Igen. Az angoltanár, két angoltanár dolgozott három helyet, és a könyvtáros vitte az informatikát. Ez volt a megoldás. És azt mondja, a másik megoldás, ez erről már az ő igazgatók is beszélt, miközben ő felmondott éppen, hogy fel fogják emelni az osztálylétszámokat 35 főre. És ha nincsenek meg 35 fős osztályok, akkor egy-egy iskolából is osztály összevonások lesznek. Na, ezt tudtam én kideríteni. Ilyen kis ügyesen. De most lefagytatok, úgyhogy ezért mondok nektek egy olyat, ezt most fotóztam ki, egy Facebook csoportból, pedagógus állások csoport, azt mondja. De ezt így rakjuk össze, hogy ez mit jelent. Kedves kollégák, Érdi Kőrösi Csoma Sándor általános iskola keres 2022. szeptemberi kezdéssel. Következő. Magyar történelem szakos tanárt, technika bármely szakos tanárt, matematika informatikai szakos tanárt, kémia bármely szakos tanárt, német bármely szakos tanárt, tanítót angol műveltségterülettel, tanítót német műveltségterülettel, tanítót könyvtár műveltségterülettel, és még tanítókat délutáni foglalkozásokhoz. Na meg ott nem maradt, izé? Nem. Tehát ez egy komplett tanári kar. Hogyha nem érkeznek szeptemberig tanárok, akkor a Érdi iskolában valószínűleg szeptemberben nem fog elindulni a tanítás. Ez hihetetlen, nem? Ez brutál. Az durva az, hogy 32 évvel rendszerváltás után eljutunk odáig, hogy az oktatási rendszer finanszírozási okoknál fogva elképesztően súlyos zavarokkal küzd. Mind
mindezt úgy, hogyha ugye 32 évvel a rendszerváltás után, de 12 évvel a legutóbbi kormányváltás után, elvileg baromi nagy konjunktúra volt a gazdaságban, minden tök jó, minden nagyon szép, a GDP-nk az, ami a tirigyel bennünket fél Európa, meg stb. Bár lehet, hogy ezt már még nem, mondta, bocs. De már nem. Bár nem, már elmúlt. Most háborús GDP van. De tehát azért azt halljuk, hogy Magyarország milyen derekosan helytáll gazdaságilag, és meg a Covidot is nagyon frankon kivédtük, és tényleg minden szuper. És ehhez képest a kormány azt tudja mondani, hogy az veszélyezteti a tanároknak a béremelését, hogy Brüsszelből jön a forrás, és ugye a gaz ellenzék mindent elkövet. Tehát most tényleg mennyire szar már a helyzet akkor, amikor egy ország nem tudja ki gazdálkodni azt, hogy a tanárainak, meg általában a közalkalmazottaknak normális bérezése legyen, hogy megcsinálják azt a munkát, amit meg kell csinálni, el kell végezni. Ez kell humán erőforrás. És hogyha azt nem tudjuk garantálni, lehet Brüsszelre még mindenkire mutogatni, de valószínűleg mi csinálunk valamit nagyon rosszul. És hát sajnos ez a helyzet. 30%-os béremelésről beszélünk, 3x10%-ról. Hát ez 2014-hez képest az élelmiszerinfláció meg ilyen 20 körül van. Igen. És akkor talán nem érdemes azon csodálkozni, hogy ebben a Budapest közeli nagyvárosban, ahol egyébként a népesség növekszik évről évre, mert rengeteg a kiköltöző, egyszerűen nincsen tanár, vagy nem maradt tanár, mert mindenki ott hagyja a pályát. Nem lehet jósolni lehet, nem tudok jól jósolni, de van egy olyan sandagyanum, már csak abból is kiindulva, hogy a mi gimnáziumunkban hány tanár állt most fel évvégén, ugye ezt erre van rálátásom, hogy szerintem itt szeptemberre egy elég komoly pályaelhagyási hullámon leszünk túl valószínűleg. Hát még nem tudjuk, hogy milyen szeptemberben, de például a Népszava szombati visszhang mellékletében lesz egy páros interjú két gimnáziumi tanárral, Törlei Katalinnal a Kölcsei gimnáziumból és Tolnár Józseffel a Budaörsi és Gyula gimnáziumból, akik most éppen azon vannak, vagy azt egyeztetik, hogy szeptemberben hogyan is legyen ez a polgári engedetlenség. Tehát innen már nincs hová hátrálni, és szeptemberben valami biztos, hogy elkezdődik, de az nem biztos, hogy a tanítás lesz. Tehát szerintem erre kell felkészülni, vagy erre kell beállni a tanároknak is, hogy ugye most a sztrájk jogukat is teljesen beszüntették. Semmilyen más eszközük nem maradt arra, hogy tiltakozzanak, hogy egyáltalán megértessék a saját helyzetüket, mert még a szülők se állnak melléjük, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb probléma, hogy hiába látja a szülő, hogy a gyerekének egyik-másik tantárgyból nincs már tanára, vagy hogy hányan mennek el évvégén, de hogy alapvetően a szülők nem, vagy hát nem mindenhol, tudok olyan iskoláról, ahol maximálisan a tanárok mögé állnak, és tudok olyanról is, ahol meg hát igazából ez a tanárok dolga, és ugyanez a társadalmi közöny, hogy akkor majd a tanárok megoldják, majd ők lemeccselik ezt a kormánnyal. Nagyon sokan nem foglalkoznak vele, hogy mi történik a falak között. Tehát hát fél nyolc gyerek belökve, 16-30 gyerek kihúzva, és hogy a igen, de azoknak nem között tudod elmagyarázni, hogy az oktatás az nem gyerekmegőrzés, hanem ott egy minőségi szolgáltatásnak kell történnie, kellene. És általában az emberek emiatt kimenekítik a gyerekeiket az oktatási rendszerből, ugyanúgy, ahogy ha te nem akarod a kórházi fertőzést elkapni, akkor átmész a magány egészségügybe megműtetni magadat, ugyanúgy, hogyha azt szeretnéd, hogy a gyereked minőségi oktatást kapjon, akkor viszont fizeted a 100 000-eket havonta, és viszed az alapítványi, igen, meg a 6-8 osztályos. Múlt héten is beszéltünk, és fogunk is, tehát hogyha kell, akkor minden műsorban, mert ez annyira fontos le ez a téma, hogy pont ugyanez történik valóban, hogy aki megteheti, az elmenekül a privátba egyrészt, másrészt az ilyen alapítványi sulikba, másrészt meg az egyházi iskolákba is. Van egy baromi nagy ketté szakadása az országnak, mert hát a nehéz sorsú gyerkőcök maradnak ott az állami oktatásban, ami aztán még jobban leépült, tehát hogy ez egy olyan spirál, abszolút, amiből nagyon nehéz kijönni, és én pont azt gondolom, amit te is mondtál, hogy az állam úgy van vele, hogy hát végülis az egészségügyet is így megoldották az emberek, nem? Na mennek. Magánba azt végül is elég sokan túlélik a saját bajaikat, van rá pénzük. De itt is ez lenne, hogy majd úgy a rendszerből majd így valami így összejön, így majd a nép megoldja magának. Hát azért ez egy kicsit bonyolultabb szerintem a közoktatásnál, mert baromira emberigényes az, hogy működjön egy oktatás, de kellene hozzá tanárok. És azok a
Tehát nem azért van tanárhiány most jelen pillanatban, mert a tanárok tömegesen mennek el a magánoktatásba, és akkor ott meg milyen jól megfizetik őket, hanem azért, hogy pálya elhagyók. Tehát nem, lehet, hogy a tanárképzésben még annyira nem látszik a dolog, de hát akik tanári diplomával a zsebükbe kilépnek a munkaerőpiacra, közülük feltételezem nagyon kevesen választják a tanári pályát. Mert semmi vonzó nincsen benne. És ez egy krónikus probléma, ez már így volt akkor is, amikor pedig nem ma volt, amikor én egyetemre, főiskolára jártam. Akkor is ezt láttuk, hogy a tanárképzősök azok nem fognak a pályán maradni, vagy nagyon kevesen maradtak az én ismeretségi körömből. Tehát ahhoz, hogy ezt a tanárhiányos problémát meg lehessen oldani, hát ahhoz, tehát nem csak pénz kéne hozzá, hanem idő, mire fölnő egy olyan tanári generáció, vagy egy olyan generáció, akiknél a tanári pálya az valamekkora presztízsel, meg főleg megélhetéssel. Az a baj, hogy ez is egyet kell, hogy értsek maximálisan. Tehát, hogy itt az, hogy most hirtelen odapattintanának 500 000 forintot fizetésnek, az olyan sokat nem lökne a rendszeren. Hát valószínűleg annyit lökne a helyzeten, hogy nem lenne pálya elhagyó. Igen. De alapvetően ugye a NER-nek az ostoba állandó központosítását kellene kapásból így kiradírozni. Az, hogy idétlen hülyeségekkel vannak leterve a tanárok, ez a portfólió, gyártás, meg tudom, és a többi. Azt is, meg az, hogy a szabad tanításnak a lehetőségét, hogy ne egy nyomorú tankönyv legyen, sőt, aki ne talán véletlenül a mozaikos tankönyvhez nyúl, mert még van egy olyan, akkor azt megbüntetik, meg az igazgató lecsap rá. Tehát, hogy ezeket is mind ezt nyilván a Fidesz nem fogja tudni, mert nem képtelen rá, hogy bármilyen szinten is bármilyen témába konszolidáljon. És ugye 160 000 forint most egy kezdőpedagógusnak a bére. Most előjön majd rá a 3x10%, azt a mekkora lesz. Most, hogy jöttem a szerkesztőségbe, és BKV buszsofőröket keresnek, és a BKV buszoknak a hátfalára, vagy a hátoldalára, a fenekére, fel van patintva egy hirdetés, hogy 434 000 forint a nettóban a BKV sofőröknek az átlag keresete. Ennyit keres egy árufeltöltő is. Egy szerencsétlen pedagógusnak a 160 000 forintjával. Nyilván semmit, tehát hogy így szerintem csak az tudja ezt így vállalni, aki totálisan altruista és imádja a tanítást, és nagyon szereti a gyerekeket. Most megint elmondom, hogy én egy pályaelhagyó pedagógus vagyok, aki így már nagyon hamar rájött arra, hogy neki ez nem való, pedig én is nagyon szerettem tanítani, és még sokáig tanítottam, de privátba, nyelvtanárként, meg irodában menve, meg magántanítványaim voltak. Tehát a tanítást azt nagyon lehet szeretni, ez egy csodálatos dolog, egy nagyon felemelő, nagyon önjutalmazó foglalkozás, és tehát már csak az, hogy látod, hogy valaki fejlődik, hogy sikerélménye van, hogy neked ebben szereped lehet, egy kicsit hozzáteszel, tehát abszolút pozitív hozadéka van minden szinten, és tehát ez csak szeretetből, meg szerelemből lehet így csinálni, hogy közben nem is vagy megfizetve, az emberek is hülyének néznek, mert ugye, ahogy mondtátok is, ez az egész a szakma presztízsét, azt gyakorlatilag felülről tapossák rögtön, az, hogy hülyének néznek, ilyen baromságokat mondanak, hogy neked 3 hónap szabadságod van nyáron. Nem. Mindenki tudja, hogy a tanárok júliusban mehetnek maximum szabadságra, és aztán már augusztusban jönnek visszatanítani, és közben táboroztatnak, mert golyatábor van, meg tudom én, nyári napközi van. Ami tehát, szintén jelentős bevételi forrás, ezek a táboroztatások. Igen, és még ha van mondjuk 30 nap szabad, nem is veheted ki akkor, amikor akarod, és esetleg még behívnak helyettesíteni, és még szombat, vasárnap is e-mailezhetsz a szülőkkel. Tehát, hogy ez egy full-time job, az életed erről szól, és akkor mellette mondjuk esetleg még a saját gyerekeiddel is kéne foglalkozni. De hát, hogy szerintem ezt már tényleg csak azt tudja csinálni, aki így hihetetlenül elhivatott és altruista, és ez nem fog segíteni tényleg, ahogy mondod, ez a pár 10 000 forint, de nyilván kéne, azzal kéne kezdeni, hogy biztosítsunk méltó munkakörülményeket 20-30 éve a pályán lévő pedagógusoknak, akiket már nem lehet tovább kizsigerelni, már nem lehet tovább lenyomni. 26 óra kötelező helyettesítés, tantárgyathoz hasonló jellegű tantárgyaknak a áttanítása. Kipróbáltad magad. Kipróbáltad, igen. Tesi technika szakos tanárként is. De hogy
Alapvetően szerintem még mindig az alapprobléma, hogy kevesen állnak melléjük, kicsi a társadalmi szolidaritás, minden szülőnek ott kéne állni a tanárok mellett, és követelni, hogy a gyereke kapja rendes oktatást, akkor is, ha meg tudja fizetni a magántanárt, meg a 26 külön órát, és akkor is azok miatt, akiknek nem fogják tudni a szüleik megfizetni, és az élet, konkrétan az egész életük így megy le a sülyeztőbe, aztán majd 16 évesen meg megszűnik a tankötelezettség, és mehetnek közmunkásnak. Nem fogjuk ezt elengedni, ezt a témát, mert ez nagyon fontos. Úgyhogy amíg lehet, mi is nyomatjuk, mert hogy tényleg én a kisebbik fiamnak a volt osztályfőnöke most is táboroztatja őket, és még visszajárnak a hatodikosok, meg a hetedikesek is elmennek, annyira szeretik, és minden este, ilyen hajnali kettőkor ír egy ilyen összefoglalót a napról, meg küld fotókat, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, azt csináltuk, hogy tehát fantasztikus pedagógusok vannak, és basszus, miért? Tojik bele a Fidesz, tényleg nagy nemzeti ízé, családszerető Fidesz. Szóval valójában ők kicsit több időt is töltenek a gyerekeinkkel, hogyha így megnézegetjük az óraszámukat. Hát igen, igen. Úgyhogy tökre nem mindegy, hogy hová adod a gyerekedet, meg milyen pedagógus van vele. Egyébként ezt szerintem annyira mutatja a Fidesz, hogy a pedagógusoknak bánnak. Maga ez az egész történet, az oktatás. Mindig az erőnyelvén, mindig a vadó igen, nyelvén. Oda csapni, a felszínen legyen a nagy, nemzeti színű, matyó hímzett. Büszkeség közbe alul, meg rugdosás van, meg alázás van, meg megfinomítés van, meg szarba vevés van. Tehát körülbelül ez a Fidesz. Ám de, Solymáron meg eltűnt a víz. Három nappal ezelőtt van Solymárnak egy része, amit nem írtam ki, valamelyik hegy. Ez a új része tulajdonképpen a településnek, ugye itt elég sok ház, új ház épült fel. Solymár az egy népszerű, meglehetősen népszerű, és szép egyébként, jó helyen is van. Sváb falu volt, most már nem annyira sváb, mert hogy elég sok a betelepülő, és vagy kitelepülő, ahonnan nézzük. Na szóval az a lényeg, hogy három napja nincs víz, 2000 ember érintett ebben a történetben, és nem tudni, hogy mi történik. Ugye a vízmű azt mondja, hogy csökkenteni kéne az embereknek a fogyasztását. Ja, mert a medencét töltik. Mert a medencét töltik, hát töltenék, ha lenne medence egyrészt, másrészt meg ha lenne benne víz, de nincs három napja víz. És hát most már oda jutott a történet, hogy feltűnt a színen Menczer Tamás. Hála Isten. Öt percenként majd posztol valami. Kiment és nyomja, hogy azt mondja, a kérésemre megjelent a katasztrófa védelem. Mondja, az meg három napja nincs víz, megjelent kérésére a katasztrófa védelem. Hát köszönjük szépen. Lajtos Koszi volt? Nem volt, az se. Azt sikerült kitalálniuk ottan, hogy, mert tudod, ezek ilyen gyűjtmentek, ott az új rész, ezek nem is solymáriak igazából. Szóval azt sikerült kitalálni három nap után, miután Menczer Tamás kérésére megjelent a katasztrófa védelem, hogy a buszfordulóban osztottak ásványvizet. Három nap után, tehát három napja nincs víz most, amikor 600 fok van. Mennyit kapott egy család? Mennyi után, fejpóta? Két palackot. Úgy van. Két palack ásványvíz. Menczer Tamás. Mentsen meg téged a Menczer Tamás, ugye? Szóval, de tudjátok, mi lesz a vége. 5-6 napig még elmegy itt a cseszkelődés, és majd akkor nagy nehezen valahogy majd helyreállítják a szolgáltatást, és Menczer Tamás meg kiposztolja, hogy na. Megoldottam, köszönjük szépen, Menczer Tamás. És azt mondják itten az ottaniak, hogy az is benne lehet a pakliban, hogy hát rezsicsökkentés. Nem volt felújítás, nem volt fejlesztés, nem volt semmi, és hát nem nagyon bírják már ezek a öregecskedő hálózatok a terhelést. Hát ami ráadásul növekszik, igen. Igen, tehát valóság bekopogtat az ablakon egyrészt. Kicsikét meleg van így júniusban, persze nincsen klíma probléma, meg klímaválság. Teljesen normális az, hogy június közepén végén 40 fok van, heteken keresztül. Nyilván teljesen természetes az is, hogy növekednek az agglomerációs települések fogyasztás. Hát ugye ott volt ez a jó kis, vagy ott itt van ez a jó kis rezsicsökkentés. Ugye még a rezsicsökkentés hajnalán 10 évvel ezelőtt a rezsicsökkentést mondjuk kritikával illető szakértők, akikből egyébként gúnyt űztek, jelezték, hogy itt nem most lesz baj, hanem akkor, amikor a különbözőféle közszolgáltatók elkezdenek spórolni például a hálózat karbantartáson. Eltelt 10 év, tessék, itt van egy Solymár méretű város, itt Budapesttől nem messze, és nincs víz. Többek között azért, mert az infrastruktúra az nem bírja. Azt, hogy 40 fokba tömegesen használjanak vizet. Közben további 9
településen is most már probléma van. Ez a Duna menti regionális vízműhöz tartozó települések, és úgy néz ki, hogy, hogy ott is most már kezd beütni a krak. De sajnálom, továbbra sincs, és most már ott is akadozik az ellátás. Szerintem ez borzasztó. Tehát én laknék ott, és én lennék ott, akkor rettentesen megviselne, meg a gyerekeimnek nem tudnék vizet adni, vagy csak ásványvízbe mosdatnám őket, amikor épp pont ilyenkor aztán minden ragad, meg mindenki ragad. Tehát szerintem ez rettenetes lehet az ott élőknek. Én laktam pár évig az agglomerációban, és hát ott is már azért kicsit olyan ambivalens volt a dolog, tehát egyrészt ugye örülnek, mert hogy a falu az már elfogyott és jözte, mint városi fiatal gyerekkel, értelmi, stb. Épül az új bölcsőde, óvoda, gyere, gyere. És csak 20 percre vagy a várostól, és mennyire frankó lesz, meg vagy zöld környezet, meg minden. Most ez úgy nézett ki, hogy a szántóföldből bevontak néhány területet építésbe, oda csaptak valamennyi infrastruktúrát, hogy legyen egy kis köztéri lámpa, mert azért mégsem téve egy élet, de se egy fa nem volt, se semmi, és akkor ilyen lakóparkokba laktunk, a kiköltözők. És akkor már kezdett nagyon elszállni a benzinár, és akkor gondoltuk, hogy most már ideje lenne visszaköltözni a városba, meg kicsit hosszú, meg sűrű ez az ingázás, és még sincsenek annyira menő iskolák és óvodák ott a környéken. Tehát, hogy így a, egyébként tök ideális volt kicsi gyerekekkel, de amikor már nőttek a gyerekek, akkor nem, már nem volt ideális. És ott is azért rengetegszer már jöttek ezek a dolgok, hogy egyszerűen nem bírja el egy falunak az infrastruktúrája, nem bírja el, hogyha felépül 20 lakópark. És lehet őket szidni, meg lehet őket, tudom én, okolni ezért, de valójában a falu is tudnia kéne, hogy mit vállal azzal, hogyha például bevon szántóföldeket építési területbe, és hirtelen duplájára nő a népesség a környéken, és lehet, hogy megkapják a város pecsétet, de hogy valójában nem biztos, hogy egy település tervezés, egy tudatos település tervezésnek így kéne kinézni hát a 21. században. Nagyokat nőttek ezek az agglomerációs települések. Ugye én sokat járok vidékre, és hát értem szerint Budapestet tudtad elhagyni, hogy ilyen agglomerációs településeken mész keresztül. Fú, nagyon, tehát hogy hatalmasak lettek ezek azok a községek tulajdonképpen. És meg ez a gyűjtmény probléma, ez nagyon vicces, hogy voltam olyan borsodi zsákfaluba, hogy jött szembe egy idős ember, és akkor beszélgettem vele, és mondta, hogy mondtam, hogy behívott a házba, és beszélgettem minden, hogy körbe vinne, mutatná a falut, mondja, inkább nem ő, mert akkor az nekem nem lesz jó. Mondom, de hát miért? Mert hogy úgy jut ment. Hát mert mi, hogy 50 éve élt már ott, de még mindig nem fogadta be a közösség. Tehát ő gyűjt ment, őt nem hívták el bizonyos ilyen megbeszélésekre, mit tudom én, de hát itt meg nagy baj ez van, és azt veszem észre, hogy ha probléma van, akkor még egymásnak is ugrasztják az őslakókat, meg a ki- és betelepülőket, hogy na, azért van baj, mert ide jöttek a pestiek, és felhúzták ezeket. Ja, csak közben, amit mondasz, hogy az önkormányzat abból azért elég jól húvik a zsebedbe. Még felhívnám a figyelmet egy nagyon kedves kis ellentmondásra a kormányzati kommunikációt illetően, már amennyiben Menczel Tamást tekinthetjük a kormány, hát mondjuk államtitkárként talán, nem biztos, hogy hozzák nem kormányt, de hát a kormány politikáját erősen szolgáló illetőről van szó, és egyben helyi képviselőről is, aki ugye katasztrófa helyzetet hirdet fén, kért a lakosságot arra is, hogy legyenek kedvesek takarékoskodni a vízzel. Nem nehéz takarékoskodni, mert nem nincs víz. Így ez a része, ez már megoldódik. De hogy ugye az energiaválság kapcsán, ugyanakkor meg azzal érve Gulyás Gergely kancellári miniszter az összes kormányinfon, amire bennünket ugye nem engednek be, hogy hát ugye az a cél, hogy itt aztán legyen dögivel gáz is, meg olaj is, mert hogy nehogy már a magyar embereknek kelljen bármilyen megszorítást elviselniük, például mennyiségi megszorítást, és ugye ezt támogatja az úgynevezett lezücsökkentés is, hogy a fogyasztásnak a saját igények vessenek határt, ne pedig a feltételek. És gúnyolódunk Nyugat-Európán, hogy ott arról beszél a nagy politika, hogy energiatakarékosság kéne. Hát, Solymáron beköszöntött ez, ráadásul úgy, hogy nem volt erre vonatkozóan jelzés sem a víz, amennyire én tudom, legalábbis nem jelzett sem a vízmű, sem Menczel Tamás, sem az önkormányzat, hogy pár nap múlva valószínűleg korlátozások lesznek, hogyha így folytatódik, hogy 40 fok lesz, ti meg locsoltok ész nélkül, vagy nem tudom, sokat fűltötök, bármi, tehát... Nem, ez ilyen derültékből villámcsavásként egyszer csak így húgy, elfogyott a víz, és azóta se vért vissza. Ami azért meglepő, nem, hogy 3 napig nem sikerül megoldást találni.
egy ilyen apucska problémára. Nem tudjuk, hogy mekkora a probléma ott a csövekben, vagy a hát valami tározóban, vagy, de valami egész normalitálisan súlyos dolog. Ha három napja is, de mondom, most már 9 további településen is mutatkoznak a jelek, úgyhogy ez érdekes. Nem csak a karbantartás az, ami elmarad, ami spórolnak ezek a cégek, hanem ugye nincs már ember, aki ezt megcsinálja, mert ott ugyanúgy csökkentik a létszámot is, meg nincs szakember, hiány van, az is, tehát hogy igazából minden rendszer így alulról rohad. És ez is csak így a felszínre jutnak ilyen dolgok, és akkor látod. De hát az emberek nagy része azzal sincs tisztában, ugye, hogy ingyen ebéd nincs, a rezsicsökkentést is valaki kifizeti. És hát nyilván azt is mi fizetjük, csak hogy nem annak, tehát hogy nem a teljes árán vásároljuk a gázt meg az áramot, de ettől függetlenül azt valahol kifizetjük. Tehát hogy ez egy ilyen mitosz, hogy van egy rezsicsökkentés. Befizetette másképp, meg beletankolod a kocsikba. De ezek is szoktunk kapni, amikor ezt mondjuk a Reihert szakkolega is a múltkori műsorban ezt így levezette, hogy miért kamu a rezsicsökkentés, szétszették. Bőzzük a izék kisebb csekket, meg jobb fizetni. Figyeljetek, a műsoridő az nem fogyott el, de a levegő igen. Úgyhogy én már itt szuszogtam Csintannal is az előbb, úgyhogy én már ő is elvitte a levegő nagy részét, a végén el is aludt. Viszont, de tényleg... Mondtam, hogy szerintem is, hogy végül Sanyi is már bejelent, hogy itt van a Magyar Hang, legújabb száma, Verebes István interjúnk van, időgép mellékletünk, és amire felhívnám a figyelmet, az Bencsik Gábor interjú. Olvasd el a címét is. Soros sokat tett Orbán Viktorért. Na jó, de szerintem ennél vannak izgalmasabb dolgok is benne. A közmédiáról van szó, arról, hogy hogy élte meg azt, hogy a saját tábora neki esett, hogy ezek után mit gondol erről a szekértáborosodásról, meg arról, hogy milyen a közéleti nyelv, ki tehet róla. Szerintem az eleje az nagyon-nagyon izgalmas. Hát ezért biztos ki fog kapni megint Bencsik Gábor, mert fel majd bánatába visszajön a kötött fogásba. Ja igen, és hát továbbra is fut az hát nem akció ez, a túlélési gyakorlatunk, hogy ez az 1000 előfizető, új előfizető a nyáron meglegyen, mert hogy akkor lennénk biztonságban. És hát nem állunk rosszul, mert már 6-700 körüli új előfizető jött, de még mindig szükségünk van az önök támogatására, úgyhogy ha tudnak, akkor hetente 492 forint egy héten. Az lassan egy kiló kenyér. Micsoda? Hát 700 forint a kenyér. Hát hol veszed, az a kérdés. Hát én nem ott veszek, mert én alatt nem tudok venni, mert nekem ilyen másfajta kell. De hogy nem azért, mert sznob vagyok, hanem azért, mert izé vagyok. 21. századi rosszul összerakott. Hát ez egy félkorsó csodára. Hát, de legyen egy korsó. Na, figyelj, legyen egy korsó, azért vidéken még lehet 350 ér is néhol. Jó képességű. Pesten is csak kedvesen kell kérned. Cuccos, a restibe például, az kedvenc helyem. Egyszer ettem restibe kocsonyát, senkinek nem ajánlom. Hát, hogyha valaki egy hétig hiányozni akar a munkahelyéről, akkor legyen a restibe kocsonyát. Baromi jó, nyáron, mindenképpen főleg. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy néztek minket, és köszi szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Sziasztok, köszönjük.